Szűs Norbert, a Jobbik Baranya megyei elnöke, egy súlyos környezetvédelmi problémára akadtak Somogysárdon a Somsics kastély átalakítása, felújítása kapcsán. Miről is van szó konkrétan és pontosan? Konkrétan arról van szó, hogy Somogysárdon van egy gyönyörű műemléképület, aminek a tetőszerkezete cserére szorult, és a cseres során keletkezett építési törmelék, ami egyébként aszbeszt tartalmú pala, egy része került csak biztonságos helyre, a többi elföldelésre került itt az épület mellett. Tehát magyarul aszbeszt tartalmú veszélyes hulladék van egy műemléki parkban. Így van. Körülbelül 1,2-1,3 tonna az, ami számításaink szerint ott el lett ásva a területen. Hogy lehet ezt ma Magyarországon megcsinálni, és ki meri megcsinálni? Én a szeméttel kapcsolatban adtunk 2 nap határidőt azzal azt illetően, hogy eltüntesse onnan ezt a szemetet, amennyiben akkor ismerten tettes ellen tesszük meg a feljelentést. Az, hogy ki hogy mer ilyet tenni, nyilvánvalóan nem Jobbikhoz köthető személy volt, tehát mindenféleképpen teszünk feljelentést, ha nem tűnik el a szemét. Gondolom azért nem lenne egy nagy nehézség a cégjegyzékbe visszakeresni, hogy kivégezte ezt a munkát. Bizonyára nekünk csak információnk vannak, hogy a fővállalkozó a Pécsi Építő és Tatarozó Kft. Volt, és ők tovább szervezték ezt az építési munkálatot. Ott kellene érdeklődni, hogy mi történt ott, és pontosan mi is az, ami el lett ott ásva, illetve egy személyt tudnék megadni majd kamerán kívül a szerkesztő úrnak, aki meg is tudja mutatni konkrétan, hogy hova lett ez a rásadat, ő a saját szemével látta ezt az esetet. Tehát magyarán, hogyha ne adj Isten, holnap kimegyünk Somogysárdra egy ásóval, akkor tudjuk, hogy hol és mit kell felásni. Nyilvánvalóan erről van szó, tehát több ember szeme láttára a fővállalkozó elásatta ott ezt a szemetet.